Sziasztok fiúk és lányok, én Zita vagyok a Kockodó a zsatornáról, és ez egy újabb régi szettek bemutató lesz. Ebben a sorozatban olyan kivezetett szetteket mutatok be, amiket Magyarországon már alig vagy egyáltalán nem lehet kapni. Mai részben egy Lego City szettet hoztam el nektek, ami nem más, mint a 619-es műrepülőgép. A szettről érdemes tudni, hogy 2013-ban jött ki, 140 darabot tartalmaz, és az utolsó ismert ára 18 000 forint körül volt, ami hatalmas árnövekedés jelent az eredeti árához képest, ami itt látható, mivel az árcédula az megmaradt a dobozon, és ez 3680 forint volt. És most jelenleg nem lehet sehol se beszerezni, legalábbis az online boltokban. A repülőgéphez 2 darab minifigurát kapunk, és a doboz hátoldalán pedig lehet látni a különböző játékfunkciókat. De nem is húzom tovább az időt, kezdjük is az építést. Készen is vagyunk az építéssel, először is nézzük meg a minifigurákat. Az Oktán tartálykocsi vezetőjével kezdem, aki egy kék inget és egy kantáros szerelő nadrágot visel, aminek a zsebébe különböző eszközök vannak. Ezen kívül egy piros sapkát hord egy fejhallgatóval a tetején. Aztán itt van a pilótánk is, aki a repülőgép színeihez illő szerelést visel, és az arcát egy ezüstszínű napszemüveg takarja, hogy így még menőbben nézzen ki. Egyébként egyik karakternek sincsen második arca, és a pilótánkhoz kaptunk még egy piros sisakot is. Aztán nézzük meg magákat a járműveket. Először is itt van az Oktán tartálykocsi, amivel rengeteg mindent lehet igazából csinálni, hogyha ezt a cuccot rárakjuk. Egyébként ez a állványszerűség, ennek mindkét kockája a világos szürkének kéne lennie, csak nem találtam hozzá pótdarabot, szóval egy sötét szürkével helyettesítettem. És itt különböző eszközeket lehet látni, amivel a szerelőnk dolgozhat. Itt van egy kalapács, egy poroltó, egy adóvevő, amivel tud kommunikálni a pilótánkkal, és itt van még egy csavarkulcs is, amivel meg tudja szerelni a repülőgépet. És akkor ezt ugyebár rá lehet rakni a tartálykocsira, és ide fel lehet ültetni a szerelőnket is, és akkor így tudja ellenőrizni, hogy minden normálisan és a terv szerint halad. A oldalán még vannak ilyen lámpák is, amiket a szerelőnk az felvált, hogy navigálja a repülőgépet. Aztán itt van maga a repülőgépünk, amihez jött néhány matrica, hogy így menőbben nézzen ki, és ebbe bele lehet ültetni a minifiguránkat. Vigyni, és akkor meg tudjuk csinálni a különböző trükköket a repülőgéppel. És hogyha ezzel végeztünk, akkor le is szállhatunk a tartálykocsi mellé. És akkor most jött a pontozás a minifigurákra, én 8 pontot adok a 10-ből, és a játékfunkcióra pedig 9-et. Nekem nagyon tetszik ez a set, és szerintem rengeteg ideig el lehet vele játszani. Még akkor is, hogyha nem teljesen az én stílusomról van szó. És tök érdekes, hogy ez ennyire durva felment az ára. Ennyi is lett volna már ez a régi szettek bemutató. Hogyha tetszik a tartalmunk, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok a csatornánkra, és találkozunk a következő bemutatóban. Sziasztok!